Szeretettel köszöntök mindenkit, saját életünket ismerjük, életünket tapasztaljuk meg, benne az életfázisokat a növekedést, a különböző olyan eseményeket, amelyek életünk részét képezik, és azt fedezzük fel életünk megtapasztalásában, hogy az életünk meghívás. Meghívás mégpedig arra az életre, amit az Isten ad nekünk, és ez segítséget is nyújt vagyis mindennapi életünk valójában a szent lélekben való életet jelenti, szent lélekben való élést jelenti. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Jézus Krisztusra figyelünk, az ő életére, az ő tanítására. Akarunk dönteni személye mellett és tanítása mellett. És Jézus segít bennünket. Segít, hiszen nekünk adja lelkét, és éppen a léleknek az adományai, az erények azok, amelyek segítenek bennünket Jézus Krisztus módjára élni. És életünk veszélyeztetett élet is. Képességünk van arra is, hogy Krisztussal ellentétes döntéseket hozzunk. Ez Jézus Krisztusnak a megtagadását jelenti, ez pedig a bűnt. A bűnről pedig saját megtapasztalással rendelkezünk. A bűn halált okoz. Elveszi a reményt, gyengíti a hitünket, tönkreteszi és érdektelenné teszi a szeretet cselekedeteit. Megsebzi az embert, megsebzi az ember természetét, és leszűkíti az ember életét. Saját életünkből is hozhatunk példát, mikor volt az, hogy szárnyaltam, hogy lendület, hogy erő volt bennem, és mikor tűnik el az erő, Fogy el a lendület, és ez mindig szoros összefüggésben található meg az ember bűnével vagy bűntől való szabadulásával. A bűn métejezi az embert, métejezi a kapcsolatot, sérti az emberi szolidaritást. Sőt, nyugodtan mondhatjuk, megbetegít bennünket, betegítesz, betegítesi szellemünket, lelkünket, fizikai valónkat, pszichénket, Megbetegíti kapcsolatunkat, megbetegíti a múltunkról, jövőnkről való gondolkodást, megbetegíti vágyainkat. Azonban nagyon fontos tudni azt is, amikor a bűnről beszélünk, akkor már mi csak úgy tudunk beszélni, általában a bűnről, saját bűneinkről is, hogy Isten irgalmas volt hozzánk. Isten irgalmasságát el akarjuk fogadni, hiszen az Isten a maga irgalmasságával, igéjével, lelkével felfedi a bűneinket, rámutat, megvilágítja. Nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy irgalommal. Megajándékoz bennünket az igaz lelkiismerettel, azzal a lelkiismerettel, ami Isten kapcsolatunknak az elszakíthatatlan része, ami felelősségünk, amit növelni kell, amit nevelni kell. Megajándékoz bennünket a megbocsátás reményével. Milyen nagy szegénység, és milyen rettenetes, amikor eltűnik annak a reménye, hogy egyszer valaki ezt, amit elkövettem, amit elmulasztottam, megbocsáthatja. Eltörölheti. Isten irgalmasságával legyőzi a bűnt, uralkodik fölötte. Kérdezhetnénk tehát, és kérdezzük is, mi a bűn? Szent Ágoston fogalmazza így meg az örök törvényjel ellenkező szó, cselekedet vagy vágy. És éppen erről van szó. Lényegileg engedetlenséget jelent. Engedetlenséget azzal az Isten szemben, aki végtelenül szeret, aki elsőként szeret, aki megelőlegezi a maga bizalmát, aki kéri tőlünk, hogy tartsuk meg parancsait. Egyfajta engedetlenség. A bűn kifejez egyfajta bizalmatlanságot is az Istennel szemben. Személyes Isten kapcsolatomat rombolja, tönkreteszi, elveszi annak az esélyét, vagy éppen ez, ezutáni vágyakozásunkat. Fontos azonban a bűnről oly módon is beszélni, hogy hogyan fedezzük fel, milyen módon tudjuk kategorizálni. Nem azért, mert valamiféle rendszert szeretnénk kialakítani, hanem azért, mert szeretnénk minél jobban Krisztus módjára élni. Többféle bűnről beszélünk, különböznek a bűnök, tárgyuk szerint, az erényekkel kapcsolatos ellenállásuk szerint, vagy éppen a parancsolatok nem teljesítése szerint. A bűnök irányulhatnak Istenre, felebarátra, önmagamra. Tudjuk kategorizálni és fölismerni az elkövetés módja szerint. Ahogyan a is imádkozunk, gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. És ez minden képességünket érinti, a szellemi képességünket, az akarati képességünket, a cselekvésünket, és éppen az időben való kitettségünket is, amikor a mulasztásról vétünk. Súlyossága szerint beszélünk halálos vagy bocsánatos bűnről. Halálos bűnről akkor beszélünk, amikor tárgya szerint, tudatosság szerint, vagy éppen a szabadság szerint nagyon komoly dologról van szó. Ezért azt mondjuk, a halálos bűn lerombolja a szeretetet, megfoszt a megszentelő kegyelemtől, és bánat nélkül örök kárhozatra juttatnak bennünket. A bocsánatos bűnök nem szakítják meg az istene való kapcsolatunkat, de gyengítik azokat és mindenképpen kifejezik a teremtmények iránti rendetlen vonzalmunkat, rendetlen vonzalomról tanúskodnak. A bocsánatos bűnök is akadályozzák a lélek haladását. Nem az vagyok, aki lehetnék. Talán erre szoktunk legkevésbé figyelni, egyfajta akadályt gördítenek elénk. A lélek növekedni akar, a lélek gazdagodni akar, az Istenre akar irányulni, és akadályokat állítok ennek a növekedésnek az útjában. Nem az vagyok, aki lehetnék. Sokszor ez nem foglalkoztat bennünket, pedig valójában ezen a módon elveszem a közösségtől, a másiktól azt, amit az Isten rajta kereszt, rajtam keresztül juttatni akar a másiknak. A bocsánatos bűnök ideig tartó büntetést vannak maguk után. Azt is látnunk kell, és tapasztalatunk is lehet erről, hogy a bűn képes növekedni, képes szaporodni. Sőt, nyugodtan mondhatjuk, amikor eltűröm a bűn, bűnös magatartást, akkor azt veszem észre, a bűn bűnre vezet. Gyengíti a szabadságomat. Nem az vagyok, aki szabadon képes lennék dönteni. Könnyen kialakulnak a bűnös szokások, készségek, és ezek a bűnös szokások és készségek pedig elfedik a vágyat az Isten élet után. Éppen ezért azt mondjuk, a bűnök, bűnös szokások elaltatják a lelkiismeretünket. És azt is mondhatjuk, készségessé tesznek bennünket a rosszra, pedig alapvetően lelkünk készségessé akar válni a jóra. A bűn ellentéte annak a méltóságnak, méltóságomnak, amit az Istentől kaptam, amit a keresztségben Jézus Krisztus kereszt halála érdeméből megkaptam. Megváltoztatja magatartásomat, bizalmatlanságot, ő ültet el belém, a rossz alapján nézem a világot és ítélem meg az embert. Miért van annyi plegyka? Miért van annyi rossz beszéd? Mert bűneim okán éppen ezen kategória alapján ítélem meg a világot, az eseményeket, a másikat. Egyfajta ördögi spirál alakul ki akkor, amikor bűnös szokásaimat dédelgetem, megtartom azokat. És arról is kell szót ejteni, hogy bizony nem csak személyes bűnök vannak, hanem közösségi, sőt, strukturális bűnök is. Amikor egy társadalom, egy intézkedés egy kialakult gazdasági rend, egy kialakult jogrend bűnstruktúrákat alakít ki, vagy éppen az önszerveződés útján is a bűnstruktúrái alakulhatnak ki. Ebben az egyén könnyen mondhatja, nem vagyok felelős, nem az én bűnöm, semmi közöm hozzá. És közben mégis látjuk, bizony, ezek a személyes döntések, vagy azoknak a hiánya termelik, alakítják ki ezeket a struktúrákat, amelyek az ember ellen vannak. Isten irgalma éltet bennünket. Jézus Krisztus győzött a bűn és a halál fölött, és megajándékoz bennünket az élettel. Visszaadja a szabadságomat, azt a szabadságot, amit a bűnöm elvesz bűn meggyengít, megcsorbít. Már nem is hiszem, hogy ula lehetnék önmagamnak. És Jézus visszaadja a szabadságomat éppen a bűnbocsánat révén. És újjá teremti az örömömet is, hiszen alapvetően az ember teremtés okán, a megváltás okán, az isteni meghívás okán örömre kapott meghívást. Az Isten Jézus Krisztusban föléleszti bennünk az örök életük utáni vágyunkat.